Üdvözlök mindenkit, Necrocrim vagyok, jöjjön Battlefield 1 értékelése. Lehet, hogy egy kicsit későn, a játék már jó ideje, kijött most már, és talán jobb is, hogy ilyenkor tartok egy ilyen véleményezés kiértékelést, kibeszélőt, hogy milyen a Battlefield 1, mindazok számára, akik esetleg még nem tödötték el, hogy megvegyék-e vagy sem, és nehogy még végül a hype vonatra felüljenek is valami olyasmit vegyenek meg, eh, amit megbánnak, vagy éppen felüljenek a hype vonatra és élvezzék a játékot maximálisan azt, azt amit nyújtani eh, tud. Nos, Yeah. <laughs> Kezdve ott, hogy engem nem fizett az IE, szóval elmondhatom őszintén a véleményemet, és azoknak, akik nem ismernek egy kicsit magamról már évek óta, tehát már több mint tíz éve játszom shootereket, nagyon sok időt töltöttem el, mint Battlefieldben, mint Call of Duty-ban. Call of Duty volt a YouTube csatornának az egyik fő eleme, viszont a háttérben mindig megbújt ott a Battlefield, mindig játszottam a Battlefield, de 1942-től számítva egészen mostanáig Battlefield, egyik, egy probléma volt, amiért például ritkát, tehát BF4-et kezdtem el első Battlefieldként megmutatni a csatornámon, és egy probléma volt, amiért nem csináltam mindezt korábban, azért mert, hogy soha nem volt olyan erősen erős gépem, hogy igazán jól elfutassa a Battlefield-et. Uh, és ugye a kódot mindig jobban futott, ezért mindig azt játszottam többet, de legalább ugyanolyan mennyiségbe töltöttem a battlefield is időt, és ime kezdjük akkor, a, uh, jöjjenek a rossz hírek, és akkor jön ime az, ez az első rossz hír, ha nincs meg hozzá a géped, akkor nem érdemes megvenned a Battlefield 1-et. A Battlefield egy jelenleg a játékvilágban az olyan, mint hogyha neked lenne a világon, de neked de, de, de lenne like, csak Magyarországon a legszebb barátnőd, és kiderül, hogy P doktoriból PHD-zik, és, és mivel hogy berejted, be be elrejtegeted az összes adottságát, valami nem tudom milyen lepedő alá, hogy senki ne lássa. Tehát ez olyan, mint hogyha nincs hozzá videókártyát, azt a gyönyörű játékot, ami ott van, és Battlefield 1 nek hívnak, akkor úgy lásd ból a pompájában, ami nem érdemes megvenned. Nem beszélve arról az FPS csökkenésről, amivel a játék élvezhetetlenné válik, és hogyha még ezt még lovon is kell futtasd, akkor uh, a játék végképp élvezhet, uh, élvezhetetlenné válik. Szóval, hogyha már van egy barátnőd, aki annyira okos, hogy még doktori, uh, PHD-zik, PhD orvosiból, akkor a, és, és szeretnéd, hogy a világ lássa, akkor ahhoz kell egy jó videokártya. Értitek, amit mondok? Na. <laughs> uh, Megvan oldva dolog, szóval erre érdemes gondolni, nézd meg a minimum specifikációkat, és adjál rá egy erősebb videokártyát, mint ami a minimum specifikációkban van. De tényleg egy -e erősebb videókártyát és egy -e erősebb processzort, mint a minimum spe specifikációkban van, és akkor fogod tudni elfuttatni úgy a játékot azon a szinten, ahol még élvezhetővé válik az a csaj. Nos, mert a Battlefield egy el kell ismert, valóban most az egyik, te hanem a legszebb játék, ami odakint van a, a multiplayer piacon. Nos következő nem túl tetsző dolog, ami uh, Battlefield-el kapcsolatban megvan, az pedig a menürendszer. Egyszerűen katasztrofális menürendszere van. Nem lehet a játék menüjében uh, beállítgatni a fegyvereidet, a skinjeidet, tehát semmit nem lehet előre beállítani. Ahhoz, hogy beállíts valamit, ahhoz fel kell lépni a szerverre, és ha mondjuk nincs egy ssd a kártya a, a, a gépedbe, akkor az a szerver betöltés akár 5 percig is eltart, 6, úgyhogy macera lehet mindannak, akinek nincs egy SSD a gépében, szóval megváró 5 perc betöltöttem, ö, oké, na, és akkor jöhet a fegyver customization, mert az is az egyszerűen, tehát ez, ez egy őrület, na, no, de nincsen gond, nincsen vész, a battlefield és okosok, megbíztak egy céget, ugye, hogy csinálják meg ezt az úgynevezett Battlefield companion ami jaj, de fantasztikus, letöltött mobilra, és akkor így mobilon mm, két játék között meg tudod csinálni a lódát hát ez nagyszerű. Tehát ez tényleg nagyszerű, ezt, ez nem értem. Tehát az eddigi Battle app, ami volt a mobilokra, tabletekre, ezt, ezt, megcsinálta, de erre meg kellett bízni egy külön céget, ami ezt, ezt így átdolgozza. Nem, nem, amúgy nincsen vész, mert nem csak mobilról tudod elérni ezt, a, ezt az alkalmazást, hanem föl tudsz lenni a weboldalra web is, ugye Battlefield Companion, beloginolsz a az IE akkontoddal, és akkor ott meg tudod nézni a statjaidat, be tudsz állítani ikont, és az ikont beállítod, nagyon vagány megjelenik a katonádnak a vállán a játékban, de ezt többnyire csak akkor fogod látni, hogyha meghalsz én is, akkor fedeztem föl, és még a fegyveren is rá van gravírozva, nagyon komolyan látszik, rá van gravírozva, úgyhogy megint csak én rossz pont azoknak, akik nem tud futni legalább egy médium grafikai szinten a játék, ezt a kis gravírozást, jelecskét az emblémátokon nem fogjátok látni a fegyveren. Sajnos ez van. Nos, uh, mit akarok mondani? Uh, vagyis hát nem fogjátok, biztosan fogjátok látni, csak nem annyira fogjátok látni. Szóval milyen probléma állhat még fönt a Battlefield 1 kapcsolatban? Uh, jelenleg még a játéknak így a viszonylagos elején természetesen rengeteg, uh, van egy-két balansz is jó. De még mielőtt erre látom, még egy nagyon fontos dolog. Tehát úgy gondolom, hogy egy kicsit lehetett volna fantáziadús és tartalmasabb a játék, abból a szempontból, hogy például tudtak volna csinálni jobb a több skint a fegyverekbe, tehát egy kicsit használták volna a mert ezt el kell mondani, hogy a, a fegyverszkinek a játékban például teljesen ők tükröznek valami hitelességet, amit amúgy is egy katona, egy ember csinálna a fegyverével magának, hogy a sajátjának érezze, ilyenre befesti, olyat gravíroz rá, anyám kínja, anyám kínja, de ebből tudtak volna többet, szebbet, jobbat is csinálni, őszintén szóval, és például a katonáknak is csinálhattak volna például különböző egyenruhákat, hogy jó, jó, nekrodál az első világháborúban nem voltak ilyen egyenruhák, de úgy voltak. Meg volt a harci egyenruha, meg volt a dísz egyenruha, meg volt a tiszti egyenruha, meg volt egy csomó fajta egyenruha volt, és ezeket az egyenruhákat belevihették volna például a játékba, együtt a fegyverszkinekkel, és egy új betölpak rendszert uh, meg lehetett volna alkotni, és íme a következő Tessék, probléma a Battlefield 1-el egy, kapcsolatban az a Battle Pack rendszer, ami most van, ez a randomizált rendszer, ez a őrületbe kergeti az embert, hosszú és lassúvá teszi a játékot, és természetesen arra van kielezve, hogy költsel el pénzt rá, hál' Istennek nem Pay to Win, hanem Pay to szerez meg az összes skin gyorsabban. Című történet, de még akkor sincs garancia, hogy meg, meg tudsz szerezni az általad kívánt skineket. Nos ez lenne egy fantasztikus probléma még vele, uh, természetesen még vannak balansz problémák a játékban nem is lenne egy Battlefield, hogyha uh, nem lennének balansz problémák a játékban, szóval uh, van még itt ott, amit lehet csiszolni, van még itt ott, ami például a gáz egy kicsit túl hosszú ideig van egy pályán, megakasztja a támadás. az antijerv és a légvédelmi ágyuk és légvédelmi kocsi elképesztően OP és lefedi az egész pályát és úgy gondolom, ez nem kéne például a, a bombard repülő a Béta óta egy kicsit túlmódosították, egy kicsit a, az életét, és hogyha van egy ügyes pilóta, plusz egy ügyes lövés, letarolják a pályát, és nagyon megakadályozzák a lent lévő katonáknak a e, mozgását és előre menetelet. Ilyen apró balasz problémák vannak a játékban, de nem lenne egy battlefield, hogyha nem lenne. És természetesen a hiánya még a, a, a custom szervereknek, és a magánszervereknek a hiánya még, a hiánya egy tesztpályán, Például az nagyon jó, jön, ha ki akarsz tesztelni egy-két fegyvert és, e, mit tudom én, repülőt meg akarod szokni, anyám kínja, ennek a hiánya is fönnáll. E, továbbá az az információ e, hiányosság, amit az a DICE szokott adni a Battlefield-ekhez, hogy hogy szerezzél meg dolgokat. Tehát itt nem mondanak el semmit, és vannak tök jó, praktikus, apró dolgok, amit jó, ha tud az ember battlefield del kapcsolatban. Megjegyzem, hogy van róla egy videóm. Nos, de mi a jó dolog a Battlefield-el kapcsolatban, és, és mindez, amit itt eddig elsoroltam, ez, ez így valahol el fog törpülni amellett, amit a Battlefield nyújtani tud, látványban, izgalomban adrenalinban és a wow pillanatokban. Szóval amikor belépsz a játékba és látod, hogy a fejed fölött ott van az a hatalmas szeppelin, és lelövi ki, szétrobban, és lezuol melléd, és az a tűzefekt, az a robbanás effekt, az a hang, és ahogy az emberek és a társét futnak melletted, és egyszerűen olyan fantasztikusan olyan hangulata van az egésznek, hogyha belépnél a játékba, és nem tudnál addig eljutni, hogy egyetlen egy embert lelőjél a játékban, már akkor is ö, olyan élményben lenne részed, ö, eleve ez, ez például egy 64-es multiplayer szerve, vagy akár egy 32-es, olyan élményben lenne részed, hogy, hogy azt látod, hogy már, már megérte. Megvásárolni. És mindezt hozzáteszem, hogy legyen meg az a minimum követelmény plusz egy, eh, amivel el tudod futtatni a játékot, mert akkor fogod igazán kiélvezni. A pályák gyönyörűek, és eh, hozzátéve az eh, előző battlefield nagyon jól eh, struktúráltak, nagyon jól megszerkesztettek eh, ebből a szempontból. A Conquest-en kon fantasztikus, megint a pályák kurva, jól meg vannak csinálva, külön. Külön pont jár, és egy nagyszerű dolog, hogy a rást, ez személyes vélemény, hogy a rást olyanná tették, amilyen most kisebb, ö, sz, kisebb szerverek, tehát kevesebb ember játsza a rást, és emiatt a pályáknak a nem rásra való dizájnoltsága nem jön ki annyira mivel hogy kevesebb ember jobban tud taktikázni és a pályához alkalmazkodni, és emiatt egy sokkal könnyedebb, folyamatosabb játékot lehet uh, csinálni. Lehet, hogy nem szerzel annyi pontot, mint régen, de a csapatoddal jobban tudsz taktikázni, izgalmasabb a játék, egy kicsit olyan search and destroy feelingje van az előző játék, uh, játékokból, tud káosz lenni, még mindig azért, mert ott a tank, ott a izé, de hogyha egy, van egy jó squadod, akkor tök jól meg lehet oldani uh, a, a rást gyakorlatilag, és ugye ott vannak benne ezek a sentinelek, és azok is tök jó hozzá tudnak segíteni a játékhoz, de nem túl op ahhoz, hogy elrúdják a játékot, és a, látszik, hogy a pályákat nem rásra dizájnolták, de amiatt, hogy kevesebben játsszák, sokkal jobban e, működik a dolog, és, és van esélye, valódi esélye van mind a védekező és mind a támadó csapatnak, és nincs előnytelenség a pályán, mint ahogy BF4-ben is volt. Ugye megszületett, ha már rásnál megszületett az Operations játékmód, és ez, ez már igen, ez, ez kellett volna legyen már a BF4-ben is gyakorlatilag. Ez ugye a rásnak a nagy változata, mondhatnánk így az Operations, csak nem beélesíteni kell egy bombát, hanem el kell foglalni egy adott területet, és ez fantasztikusan kihozza azt az úgynevezett első világháborús, ide-oda uh, tologatós, lövész árkos feelingért, csak egy iszonyatos, betölfédes, pörgős háborúba uh, belerakva. Szóval uh, nagyon, ki van találva. És az, hogy nem kell élesíteni, hanem foglalni kell egy területet, sokkal nagyobb szabadságot ad a figyelmednek, mert nem arra figyelsz, hogy nyomod az E-t valahol, ahol élesíted, és közben nézelő szint a hülye, hanem mozgolódsz azon az adott szektorban, és megpróbálod elfoglalni, vagy megvédeni az a társadalmat, is, és, és így a 64-es szervereket, mert itt lehet játszani 64 emberrel. és például jobban lehet kezelni, átláthatóbb a pálya, nem arra koncentrálsz, hogy egy pontot beélesíts, hanem egy területen védekez vagy támadj, és emiatt tök jó csaták tudnak kialakulni, az operations előtt le a kalappal, ez végre egy jó ötlet volt, a rush előtt le a kalappal, az, hogy lecsökkentették a létszámot, és úgy lehet rássolni, remélem, hogy ezt megtartják a sima szerverek is maguknak, majd hogyha lesznek, mert ez így jó, ez így kell legyen rendjén. A Warpigeon játék volt, nem rossz koncepció, de attól még egy iszonyatosan kaotikus TDM marad, azt kell, hogy mondjam, de aki kedveli a TDM-et Battlefieldben, akkor a warpage t ajánlom szeretettem, mert egy extra célt ad a Battlefield, vagyis a TDM Battlefield feelingnek, nem csak rohangálás össze-vissza, és kitérve, hogy a TDM Battlefield tdm ből katasztrofális. Nincs pályadizányok, nem csinálnak rá külön pályát egy TDM-re, és ami van, egy pálya szekciót kivágnak, az adjál neki. Egy kaotikus sporrendszerre lesz mind megfűszerezve, de most a Warpigeon azzal, hogy ad egy minimális célt eh, annak a TDM-nek, azzal a a alatt, az a tyúkkal uh, benne az egészbe, uh, azzal azzal eléri azt, hogy a spawn és a pálya egy értelmet kapjon. Gyakorlatilag, és ez a TDM-nek nevezett Warpigeon valami uh, kicsit uh, átláthatóbb legyen, még a ka nagy kaotikuság közepette is, mert mindenki a galambra megy. Nos, srácok, ez lett volna az én kiértékelőm Battlefield egyből így ennyi idővel már a játék után. Uh, következő videóig. Sziasztok! Ha még szeretnétek más Battlefieldet látni, akkor ugorjatok el a csatornámra. Minden jót!